Aktív és virágzó település Heves-Vezekény. Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője folytatta a települések meglátogatását. A faluról egy sokak által nem ismert történetet is megosztott velünk. Sokan nem tudják, hogy Heves-Vezekény jó pár dologról híres, azon kívül, hogy itt megy át a Hanyi, azon kívül, hogy nagyon dolgos emberek laknak itt, rengeteget építenek, nagyon szép a falu, nagyon virágos, és Fenyves László polgármester úr imádja a rózsákat és ápolja, gondozza őket. De azt nem tudják, hogy itt van a szerelem körút. Itt egy fiatal pár elindul, a végén már a hölgy az teresen jön ki. Tehát jöhet a házasság, jöhet a gyerekvállalás, és lehet élni az életet. A képviselő találkozott a nyugdíjas klub tagjaival, a polgárőrökkel és a labdarúgókkal is. Tervekből és célokból nincs hiány Heves-Vezekényen. A közös jövő tervezésében a település vezetése, a civil szervezetek képviselői és a lakosság is kiveszi a részét. Vezekényben találkoztunk a nyugdíjasokkal, a sportegyesülettel, a polgárőrökkel, a képviselőkkel, hihetetlen aktívan gondolkodnak. Tehát a termálvíztől kezdődően távfűtés, csatornázás, utaképítése, járdáképítése, egy élő település, élő falu, ahol vannak kreatív ötletek, jó gondolatok, és ezeket együtt meg tudjuk valósítani. A magam részéről már csak egy dolgot tudok feltenni, miben tudok segíteni, hiszen ők gondolkodnak, mennek előre, aggódnak a településért, építik azt, és hál' az énnek, hogy Vezekény fejlődik. A látogatás és közös jövő tervezés mind a két fél számára pozitívan zárult. A jövőben tovább folytatódhat a megkezdett fejlődés. A közös munkával ki tudunk alakítani egy olyan képet, hogy a település szépen tudjon fejlődni a későbbiek során. Én úgy gondolom, hogy eléggé hangulatos, nagyon jó hangulatú megbeszélésen vettünk a mai napon részt. Bízom benne, hogy a későbbiek során is ilyen gyümölcsözően fogunk tudni együttműködni a képviselőrrel. A hivatalos látogatás végén Szabó Zsolt Heves-Vezekény képviselőtestületével is találkozott, ahol további tervekről és ötletekről is szó esett.